Száztagú cigányzenekarral most már a negyedik alkalommal dolgozunk együtt, így a nagy koncertek esetében, és hát mindig próbáljuk egy kicsit színesíteni Beken Andival magát a koncertet, hogy még komolyabb hangulatot tudjunk belevinni, és amikor brainstormingoltunk, akkor mondtam, hogy mi lenne, hogyha Kökény Attila lenne a meghívott vendég, akit amúgy is személy szerint én nagyon szeretek, és az Attilának meg, amikor múltkor beszélgettünk, mondta, hogy pont egy olyan vágya volt, gyakorlatilag egy bakancslistás helyen szerepelt, hogy a Száztagú cigányzenekarral együtt zenéljen. Attilával úgy beszéltük meg, hogy 5 számot fognak eladni a zenekarával, ami most már, ezek a munkálatok különben már tavaly elindultak, mert itt 100 bolós fogott hátul zenélni, át kellett hangszerelni ezeket a számokat, tehát ez egy nagyon komoly háttérmunka zajlott. Ennek a próbái elindultak már az elmúlt hetekben, nagyon jól sikerült, tehát nagyon pozitív volt, és én úgy érzem, hogy ez az este, ez egy felejthetetlen élmény lesz majd az ide látogatóknak. Csodálatos évünk van, és nagyon örülünk annak, hogy végre itt a Covid után már beindult ez a koncertszezon. Ami még most lesz nekünk, a Hans Zimmerrel, aki tavaly mi hoztuk Magyarországra, és egy teltházas sikeres koncert volt, de nem csak nálunk volt teltház, hanem egész Európában. Így egy turné visszakanyarodás volt, ami általában az ilyen sikeres turnék esetében meg szokott valósulni. Tehát ez lesz majd júniusban, és júliusban pedig 2 koncertünk lesz, a Hollywood Vampire, ami egy rendkívül egyedi formáció. Itt Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry az Aerosmithből, Tommy Hendrickson, tehát egy szuper grup fog jönni Magyarországra. Először jönnek ebbe a formációba. És hát ez azért is nagyon fontos, mert Johnny Depp most, hogy a Perry-t megnyerte, így gyakorlatilag írja alá folyamatosan a hollywoodi főszerepeit, és egy darabig nem fog zenélni. Tehát ez most az utolsó turnéja, szerintem hosszú évekig majd csak a filmezés fog majd az életében lenni. És még ebben a hónapban leszünk John McLaughlinnal, aki nekem nagyon nagy személyes kedvencem, és egy olyan formációval, mint a Shakti formációval, ami Zakir Husseinnel, a világ első számú tablaművészével fog majd egy színpadon állni, és még kiváló indiai zenésztársaival, ez pedig az Erkel Színházban lesz majd. Az őszi programok pedig, hogyha még belefér így a kérdésedbe, Two Steps from Hell, Disney 100, Deák Bill 75, tehát Bill kapitánynak is a 75. születésnapját együtt ünnepeljük, tehát csodaszép koncertek lesznek.
Köszönöm figyelmüket, hiszen már a véget ért a Sláger TV híradó. A műsorral kapcsolatban továbbra is várjuk véleményüket és javaslataikat a slagertv@slagertv.tv e-mail címen, illetve műsorunk a vasárnapi ismétlés után megnézhető a Magyar Sláger TV YouTube csatornáján is. Mára ennyi volt, de ne feledjék, találkozunk legközelebb is, hiszen a hírekből és a sztárokból sosem elég. A viszontlátásra!